Ich möchte meine tiefe Ablehnung gegen all dies anmerken. Gut angemerkt, Jane, du wartest im Schlafzimmer. Sobald das Kleid da ist, fährst du. Ray Cooney nagy sikert elért komédiáját tavaly vitte színre a Szexárdi Német Színház. A társulat jellegéből adódóan a darabok nem csak az Anyaszínházban kerülnek bemutatásra, hanem elindulnak az ország számos pontjára is. A miniszter félelébb először Bátaszékre utazott. A Bátaszéket Marketing Nonprofit Kft-nél, és itt a Petőfi Sándor Művelődési Házban, hát igen fontosnak tartjuk azt, hogy különböző programokkal, színes lehetőségekkel és persze tartalommal megtöltsük a jelenlétet, és az itt lévők, itt élők életét. Azért az Bátaszékről tudni kell, hogy szintén nagyon színes a népessége. A német nemzetiség, a bukovinai székelyek, a felvidékiek, illetve a roma közösség is igen aktív, és rengeteg programjuk van. És bizony mi is feladatunknak tartjuk azt, hogy hát őket is megkínáljuk különböző olyan programokkal, amelyek mondjuk őket még érzékenyebben érintik. Erre volt példa az októberi színházunk, amikor Székelyföldről érkeztek hozzánk vendégművészek, Gyergyóditróból és környékéről, és hogy három felvonásos színdarabbal kínálták meg a helyieket, illetve hozzánk érkezőket. Nagyon jó volt a visszajelzés. És most ebben a hónapban, ugye farsang idején egy jó kis német nyelvű színdarabbal szeretnénk kedveskedni mindenkinek. A Deutsche Bühne Ungarnnal, a Magyarországi Német Színházzal vettük fel a kapcsolatot, és hál' Istennek ők álltak rendelkezésre. A nemzetiség számára fontos, hogy kultúráját ne csak a hagyományosan vett formákon, a népzenén vagy a táncon keresztül éljék meg, hanem akár a nyelvgyakorlás érdekében eredeti nyelven hallgassanak irodalmi szövegeket. A kultúránknak nem csak a táncolás, ugye, amiben általában kimerül a hagyományérzésünk, hanem mindenképpen a nyelvünk az egyik legfontosabb olyan eleme, amit nagyon-nagyon fontosnak tartunk őrizni és ápolni. Ugye bonyolult a helyzet, hiszen a német nyelvről beszélhetünk, ugye a Hochdeutschról és a Mundartról, tehát a nyelvjárásokról, ami Bátaszékre is jellemző, és ugye inkább az idősebbek, akik a nyelvjárásokat beszélik, a bátaszéki nyelvjárás dialektust, és hát ugye ez a színi darab pedig hát a Hochdeutschban hangzik el, de mindenképpen öröm számunkra az, hogy hát őrizhetjük így a nyelvünket is. A nyelvet úgy a legkönnyebb megtanulni, hogy otthon a családban beszélünk velük, és azokat a szavakat pedig meg fogják itt is élni, talán még könnyebb mondatokat tanulni, mint szavakat megtanulni, ugye az nem annyira száraz, sokkal könnyebb, és hát én úgy gondolom, hogy a gyermekek szocializációjához is hozzátartozik az, hogy eljöjjünk egy-egy ilyen rendezvényre, ahova csinosan föl kell öltözni, és aztán megbeszélhetjük, hogy itt mit láttunk, mit hallottunk, ki mit értett ebből, ha nem értette, miért nem értette. Ez fontos dolog az életünkben, a kultúránk része. Otthon magyarul beszélünk, viszont vannak olyan szituációk, amikor németül. Tehát mi a mindennapjainkat úgy éljük, hogy a használati tárgyainknak, eszközeinknek német neve van. Van magyar neve nyilván mindennek, de német nevét használjuk, tehát a családon belül németül használjuk. Tehát ilyen félig magyarul, félig németül beszéljük. A szüleinktől így kaptuk mi ezt örökül, hogy a nagyszüleink ők pedig hát még csak svábul dialektusban beszéltek oda-haza. Jetzt wissen wir auch, wie es passiert ist. Sie dürfen ihn nicht verändern! Der Mann ist tot, es wird ihm sicherlich nichts ausmachen, wann er gefunden wird, oder wo er gefunden wird, oder von wem er gefunden wird. So, Sie fahren jetzt auf dem schnellsten Wege zurück nach Lewisham und... Was denn das? A Bátaszéki Művelődési Ház falát díszítő plakátok majd mindegyikén, mely a helyi színjátszókör előadásait hirdeti, szerepel egy név. Horgász Dezsőjé, aki ma már a Német Színház tagja. Számára különleges élmény volt itthon színpadra állni. Kérdezték már többen is. Valóban teljesen más érzés, sokkal jobban izgulok, mint egy normál előadás előtt. Ugyanakkor ez is egy olyan előadás, mint a többi. Mégis
otthoni közönség előtt, ismert arcok, barátok előtt játszani teljesen más, egy plusz érzést ad hozzá. Remélem, hogy ez csak a javára válik majd annak, amit így a színpadon sikerül mutatnom. Ugye a saját színpadon maguk a díszletek a Német Színház színpadára vannak tervezve, és bárhova megyünk, nagyon nagy kompromisszumokra. Van, amikor kisebb kompromisszumokra, de itt például ezen a színpadon, a Művelődési Ház színpadán nagy kompromisszumokra volt most szükség, de azt gondolom, hogy sikerül mindig megoldani ezeket a dolgokat, és bízom benne, hogy a mai este folyamán is sikerül egy olyan előadást adni a bátaszéki nézőknek, hogy nem vesznek észre semmit ezekből a kompromisszumokból. Elsősorban technikai változások vannak ilyenkor, hiszen a színpadnak a mérete, a tájolása teljesen más, és pont ennek van egy kihatása a játékra is, a színészi játékra is. Most például azt vettük észre, hogy a színpadon annyira kicsi a hely, az a szállodai szoba, ahol maga a történet játszódik, az annyira szűk és annyira kicsi, hogy teljesen át kell értelmezni a mozgásokat, teljesen újra kell gondolni ezeket a dolgokat, de pont ettől izgalmas minden egyes tájelőadás. Locz Katalin, a teátrum igazgatója azt mondja, ez egy küldetés a színház számára. Nem várhatjuk el, hogy bárhonnan jönnek hozzánk, Bátaszék történetesen nincs messze Szekszártól, de van, hogy elmegyünk Miskolcra, Szombathelyre, Hódmezővásárhelyre, tehát megyünk az országban mindenfelé, és elviszük a Német Színházat azoknak, akik nem annyira mobilak, hogy eljöjjenek hozzánk. A gyerekek, hogyha németül tanulnak, az oktatásban, az iskolai keretek között hallanak, azt mi nagyon jól ki tudjuk a beszélt nyelven egészíteni. Egyrészt a jó kiejtéssel, másrészt, vagy hogyha modern darab, akkor az éppen aktuális élő, úgy mondom, utca nyelvet visszük, vagy pedig ha klasszikus darabról van szó, akkor meg valamelyik régebbi kornak a nyelvezetét, amit nem tudnak az iskolai keretek között megtanulni sem, vagy találkozni sem tudnak vele. Azt gondolom, hogy érteni a Hochdeutschot könnyebb, mint mondjuk egy nyelvjárást beszélni, vagy a Hochdeutschot is akár beszélni. Tehát az értés az mindig könnyebb, és ugye itt azért értésről van elsősorban szó. Úgyhogy nem reménytelen ez a misszió. A másik pedig az, hogy a gyerek előadásainkon kívül, tehát a mese előadásainkon kívül minden előadásunkat feliratozzuk, és hogyha ezt a megrendelő, hogyha tájelőadásról van szó, kéri, akkor mi elviszük oda a kis tévénket, a magyar szöveget, és ez szinkron lehet olvasni a darabbal együtt az előadás során. Minden színpadnak van valamilyen sajátos adottsága, és ebbe a sajátos adottságba kell beleszervezni a mi kész előadásunkat, ami azt jelenti, hogy akár nagyobb a tér, vagy kisebb a tér, vagy esetleg a színfalak mögött nincs annyi hely, vagy máshogy kell mozogni, de olyan is van, egészen bonyolult esetben, hogy az egész előadást a tükörben meg kell fordítani. Az azért nagyon ritka, hogy egy előadást teljesen újra kelljen gondolni, mert annyira másak a helyi adottságok. Tulajdonképpen ez úgy zajlik, hogy a műszak egyeztet a fogadószínház műszaki részlegével, és akkor már előre tudjuk, hogy mi vár ránk. És mikor ott vagyunk, akkor azért még érhetnek minket meglepetések. És utána, ami igazán bonyolult, hogy a színészeknek a járásai, a különböző távolságok, az utak, azok hogy szerveződnek át, emiatt kell ott lenni több órával hamarabb, hogy ezt mind tudjuk tisztázni, hogy ne akkor érje a meglepetés a színészt. Ősztől folyamatosan dolgozik velünk egy színházpedagógus, és az ő révén többfajta színházpedagógiai programunk van. Ugye ez azt szolgálja, hogy a színház és az oktatás kapcsolatba kerüljön, hogy legyen egy kommunikáció a színház és az oktatásban részesülő diákok között. És van olyan darabunk, amit eleve iskolákba viszünk, osztálytermi darab, tehát az ott zajlik az osztályteremben, nem a saját közegünkben, hanem a diákok saját közegében, ez azért egy nagy kivívás. És most konkrétan egy ilyen darabunk van, aminek az a cím, hogy Out, a net fogságában, és az internetes zaklatásról szól. És 45 perces maga a színdarab, amiről a diákok nem is tudják, hogy színdarabot látnak, és aztán 45 perces a feldolgozó foglalkozás, tehát a színházpedagógus az érintett nagyon fontos témákat az ő megfelelő struktúrája szerint feldolgozza a diákokkal, tehát nem hagyjuk ott őket lógva a levegőben az érzelmeikkel. Cél inkább az osztálytermi darabnak magának, hogy érzelmileg érintse meg nagyon fontos témákkal kapcsolatban a diákokat, vagy a fiatalokat. Persze elérhetjük azt is, mint egy kedves mellék hatás, hogy akkor jobban érdekli őket a színház ezek után. De van egy másik színházpedagógiai tevékenységünk is, az pedig konkrétan színházi előadásra való felkészítés, vagy feldolgozás. És ennek már tényleg az a hatása, hogy úgy felkészítjük a fiatalokat
egy előadásra, hogy azt ők dekódolni tudják, hogy értsék, hogy milyen alapvető emberi problémák vagy feszültségek, konfliktusok vannak a darabban, és egész más, hogy tudják befogadni azt. És azt gondolom, hogy ennek igenis van egy olyan hatás, hogy kedvük lesz színházba járni. A bátaszékiek láthatóan nagyon élvezték a fordulatokkal teli bóhozat minden pillanatát, melyet remélhetőleg újabbak követnek majd. George, wo ist mein Kleid? Kleid? Es ist schwarz-gelb kariert.